Jézus. Milyen volt Jézus? Ez a kérdés sokat foglalkoztatja a múltban búvárkodó elméket. Bizonyosra vehető, hogy a vélemények sosem lesznek egyöntetűek ebben a kérdésben. Mindenki maga alkot magának képet Jézusról, gyakran persze merőben ellenkezőt a kereszténység tanaival és hagyományaival. A festőművész szoborfaragó egészen másnak képzeli a Krisztust, mint a földmunkás. Csodálatosnak látja mindenik, és igyekszik levetkőztetni róla minél többet a földiből és az emberiből. A minap 1894 közölte egy napi lapunk Lentulusnak a római szenátushoz intézett levelét, amelyben Jézust meglehetős hűen leírja. A levélnek Jézusra vonatkozó része így hangzik. Egy ember érkezett most ide, egy ember, aki még él és óriási hatalma. Neve Jézus Krisztus. A nép profétának tartja, tanítványai az Isten fiának tekintik. Életre kelti a holtakat és meggyógyít minden beteget. Magas termetű ember, de minden testrésze nagyon szabályos. Arc kifejezése szigorú, és csodálatos hatással van mindenkire, félni lehet tőle, de egyben önkéntelenül is szeretni kell őt. Borsárga színű haja simán fedi fejét egészen a füléig, onnan azonban és a nyaka körül dús csillogó fürtökben hull a vállára. Tiszta magas homloka van, rendkívül finom az arcbőre, amelyen csak halványan látható egy kis pír. Vonásai szépek és kellemesek, orra szája kifogástalan bajusza és szakála épp olyan színű, mint a haja, és épp pojdús, szemekék és csillogó. Amikor megró valakit, nagy eréjjel csengenek szavai, amikor tanít, hangja finom és gyöngéd. Vonásai bátorságot és méltóságot tükröznek. Nevetni senki sem látta, sírni sem. Minden, amit beszél, okos és tartalmas, és egyetlen szava sem fölösleges. Ő talán a legszebb ember a Földön. Megjegyzésem. A levél kétségtelenül koholmány, mert jól táplált és szobai ember Jézus nem lehetett. Bizonyára átváltozott az arca, mikor megszólalt, ha nem is volt szép, széppé vált. A világ minden, Arc szere és pátyoló művészete nem változtathatja oly széppé az arcot, mint a benne lakó lélek. Az arc transzparens, a lélek sugárzik rajta. A nemes lélek arca megbűveli az embert, égi. Érezzük, hogy az az ember nem rabja a földieket foglalkoztató értekeknek, fölöttük áll. Lelki ösztönünkben van a törvény, hogy a nemtelen hódoljon a nemesnek. Jézus háza. Úton útfélen áll a kereszt. De az senkinek se jut eszébe, hogy ne csak Jézus szenvedését emlékeztessük vele, hanem Jézus jogságát is. Egy házikó kellene minden kereszt mögé. Fából, ahol nem lehet kőből kőből ott, ahol nem lehet márványból. E házikóban legyen kút, ágy és kájha. Ablakába tegyen az utazó egy darab kenyeret vagy egy fillért. Így aztán a kereszten lévő Jézus fölemelheti fejét az egek felé. Minek bizonygatjátok, hogy Jézus ki volt, mi volt? Világosságról ismerjük meg a napot. Ha Jézus maga írta volna meg a könyvét, Európa és Amerika nyelve ma az arámi nyelv volna, mint ahogy az arab a muhamedánoké. A kereszténység terjed, a nyelv is terjedne. Lassanként elmúlnának a nyelvek. De hát ez bizonyára nem akarata a világrend alkotójának. A nemzetek versenye meggyengült volna. Kell az emberiség tökéletesedésére. A legtökéletesebb embert minden filozófus úgy rajzolta meg, hogy a saját arcképére ismerünk a rajzában. Akár azt kérdi, ki a tökéletes, akár azt, ki a boldog, akár hogy ki a zseniális, válasza mindig maga magára illik legjobban. Érdekes végig gondolni a bölcsek során a legrégibb vallás alapítóktól, a beszélő bölcsektől, az író bölcsekig, mind a mai napig. Még Jézusban is megtalálom az önmagát tükröző gondolatot. A hegyi beszédben első helyen említi a nyolc boldogság között a lelki életet élő, vagyonnal nem törődő ember boldogságát. Ha Isten lelkéből való lelkek vagyunk, szikrák az örök szív tüzéből, miért ne pattanhatott volna ki Istenből egy oly szikra, amely mindeniknél nagyobb? Én értelemben semmi ok sincs arra, hogy Jézusnak Isten fia valóságát el ne fogadjuk. Mi nagyobb? Azt hinnünk, hogy Jézus Isten, és hogy leszállott -e a földre emberré lenni. Vagy azt hinnünk, hogy ember volt, és hogy isteni magaslatra emelkedett az érzéseiben és a gondolkodásában. Ez az én testem. Hát, ha Krisztus így értette, ez, vagyis kenyér legyek én nektek, ahogy a kenyér mindennapi táplálékotok, legyek én a lelketeknek kenyere. Én, az út, az igazság, élet. És az én vérem legyen a borotok, lelketek bora. Megemlékezzetek, hogy kiontottam élettetek. Merőben lehetetlen s az érzésem is ellene, mond, hogy Krisztus anyagilag értette volna a testét, hogy neki az lett volna a gondolata, hogy a test megegye a testet hogy ő a gyomorban és belegben hóhajtott egyesülni, hiszen ő megvetette a testet, és mindig lélekbeli egyesülésről beszélt. Nem érzem magamat pápuának. A szentostja kérdésében nem az a fő, hogy Szent Ágostonnal vélekedünk-e, vagy a negyedik lateráni zsinattal, hanem hogy boldogít-e, vagy nem boldogít a Krisztussal való egyesülésnek ez a módja. Ha boldogít, nem való megfosztani tőle azokat, akiket boldogít. A hegyi beszéd, ez az emberiség történetének nagy kanyarodó pontja. Az emberiség ezen fordult meg az állatiságból az Isten felé. Megfogtok azonban botlani az első mondaton. Boldogok a lelki szegények, hogyan mondhatta ezt Jézus? Lelki szegény a testi szegénynek az átellenese. Lelki szegény az ostoba, a hülye, a dühöngő, az irígy, a parázna, a fösvény, a kegyetlen, szóval az állati ember. Jézus nem állíthatta ezeket elénk, mint a képül. Nyilvánvaló tolhiba. Vagy Máténak a tolhibája, vagy azé, aki az evangéliumot Héberből görögre fordította. Az eredeti szöveg tudjuk, hogy elkallódott. Ha Máté hibája, gondoljuk meg, hogyan tudtak írni akkor az emberek, s az olyan halászfélék, mint Máté. Hiszen érteni is értették meg mindig Jézust, nemhogy emlékezetből leírni tudták volna pontosan a szavait. Még csak a mi atyánk sincs pontosan leírva. Nézzük meg azt a beszédet Lukácsnál. Itt a bevezetés így hangzik. Boldogok vagytok, ti szegények. Ez helyesebbnek látszik. Jézus más beszédei inkább megerősítik Lukács följegyzésének a helyességét, mint sem Mátéjét. De hogyan kerülhetett mégis oda az a lelki szó? Csak úgy a tolból csöppent? Lehetetlen. Az ő agyában, mikor írt, bizonyosan megjelent ez a szó, s ő nem jól illesztette a mondatba. Hibásan letett kő, ki áll a kövezetből. Ki kell kerülni, hogy elnebotoljunk benne. A hiba így eshetett. Jézus bizonyára gyakorta ismételte a kijelentéseit, az egyes mondásait, s Máté valami lelki szóra emlékezett. Valószínű, hogy Jézus a lelki embert mondotta boldognak, mégpedig a vagyontalan lelki embert, akinek nincs más gondja a Földön, mint a lelki tökéletesség. Jézus tehát nem azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények, hanem ezt boldogok a szegény lelkiek, vagyis a lelki emberek, akik pénzzel, gazdagsággal nem törődnek. A Biblia betűi különben sincsenek változatlanul megállapítva. A paradicsomi kígyó a károli Bibliában Istenekről beszél, a Luther Bibliában csak Istenről. A francia-angol protestáns bibliák mind Isteneket említenek a kígyó ajkával, a vulgáta is. De már a római katolikus iskolák átváltoztatják az Isteneket Istenre. Ez pedig van akkora értelmi különbség, mint a lelki szegény ember és a szegény lelki ember.